Sziasztok, sziasztok! Újra üdvözöllek benneteket, és akkor szerintem nézzük meg akkor a február 11-i igehirdetést, hogy miről szól. Jó? Nézzük meg, hogy miről szól. Ez mondja a házasság szövetsége. Nézzük meg. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr. 1 Korintus 7:10. Akkor van Isten áldása egy házasságon, ha a házas felek az ő törvényei szerint élnek. Ahhoz, hogy védelmét, békességét és bőségesen kirándult gondoskodását élvezhessétek, követnétek kell az ő utasításait. Előfordul, hogy valamin órákig vitatkoztok, de megoldást nem találtok, míg ha követtétek volna Isten törvényeit, akkor a vita perceken belül lezárulhatott volna. Szép. Sőt, mindkét fél elégedett lett volna a végeredménnyel. Ha az autód elromlik, visszaviszed az autó kereskedésbe. Miért? Mert ők adták el neked, és ők tudják, hogyan kell megjavítani. A házasságot Isten találta fel. Ha tehát kapcsolatotokban gondok támadnak, bölcsen teszitek, ha Istennel beszéltek róla, mielőtt egymással beszélnétek. Ha pedig azzal a hozzáállással köttük házasságot, hogy ha nem működik, legfeljebb majd elválunk, akkor Isten igéjével ellenkező irányba haladtok. Hát igen. Sajnos, ez így van. Pál azt írja, a házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, béküljünk ki férjével. A fér se bocsássa el feleségét. 1 Korintus 7:10-11. Igen. Vannak elfogadható okok a válásra, de ezek a kivételek, nem pedig a szabály. Igen. Nemrégiben egy hollywoodi sztár milliókat költött az esküvőjére, aztán 2 hónappal később elvált a férjétől, mert nem illettek össze. Amikor kimondott, míg a halál el nem választ, Isten előtt mondott ki a szavakat. Tehát vedd komolyan. De szép volt, gyerekek. Na jó, hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy
hogy meghallgattátok ezt az ige hirdetést, és akkor találkozunk majd hónap a következő ige hirdetéssel. Úgyhogy, hát egy kicsit észrevettétek, ugye, hogy eléggé így vagyok, meg úgy vagyok, hát igen, kiadtam a gyógyszert, ugye most már nem szedek gyógyszereket, és hát igen, látjátok, nem vagyok éppen úgy, ahogy kellene, ugye a toppon, de hát ez van. Az ember kezelés alatt van, ugye, megszok egy kezelést, aztán végtelenség, ugye, meg nem lehet vinni, a mindegy. Most nem árul szól ez a videó, hanem a lényegét hallottátok, szóval. Na, itt van valami, nem tudom, ez mi akar lenni, itt reklám vagy valami. Ilyesmi. Igen. Ilyen folyóiratokat, igen, reklámoznak. Na jó, akkor köszi szépen, majd még találkozunk, akkor jó. A legjobbakat, Isten áldjon benneteket. Sziasztok, minden jót, sziasztok!